Magyarország jelenlegi határköveinek egy részét nem a trianoni békeszerződésben meghatározottak szerint rakták le. A bizottság tagjai, amely nemzetközi bizottság volt, kivonultak minden településre, ahol meghallgatták az adott településnek a lakóit, hogy hova szeretnének tartozni. Egy ideig úgy nézett ki, hogy magát ezt a magaslatot is sikerül visszacsatolni, amin a vár áll, aztán végül is egy kompromisszum keretében a vár maradt szlovák földön, Somoskő faluját pedig Somoskő falu együtt sikerült visszacsatolni. M5 História. Szombaton este az M5 műsorán.